Helena vagyok, és ez itt az én könyvtáram. Az év utolsó estéjére a könyves évzárót hoztam nektek. Az év egyik meghatározó pillanata volt számomra, hogy augusztusban elindíthattam ezt a csatornát, ami egy régóta vágyott dolog volt a számomra, viszont mindig is tartottam attól, hogy ezt a lépést megtegyem, így augusztusban egy nagy félelmet legyőzve álltam neki, amire a mai napig nagyon büszke vagyok, hogy megtettem. Azóta itt vagyok veletek, és nyomon követhetitek az olvasmányaimat és a megszerzett könyveimet, és az értékeléseimet. Ebben az évben 30 könyvet tűztem ki célul elolvasásra. Ennél a számnál, amikor megsatszoltam magamnak, azt vettem számításba, hogy mennyi elfoglaltságom lesz majd ebben az évben, a tavalyi évet is figyelembe véve, illetve azt a tényt is, hogy idén szakdolgozatot kell írnom. Ezért nem mertem nagyobb számot belőni, mert tudtam, hogy nem nagyon lesz időm olvasni, legalábbis annyi, mint a megelőző években, amit egyáltalán nem bánok. Viszont örömmel jelenthetem be, hogy ezt a 30 könyvet sikerült teljesítenem, ami mindösszesen 11.838 oldalt jelent a mai adatbázisa szerint. Itt láthatjátok mellettem ezt a könyvkupacot, amit az idén elolvasott könyveim alkotnak. Nincs itt mindegyik, a könyvtáriak hiányoznak értelemszerűen, illetve amit elkönyvben olvastam, vagy amit kölcsönöttem éppen valakinek, és még nem tért hozzám haza. De így is látható, hogy majdnem akkora ez a kupac, mint én ülve, pedig én a 163 centimmel nem számítok egy túl magas embernek. Egy kis statisztika az elejére, 30 elolvasott könyvből 7 Stephen Kingé, 3 John Keore, illetve egy idegen nyelvű olvasmányom volt ebben az évben, Chris Cartertől a Halálszobrászát angolul olvastam, ez e-könyvben van meg, így nem tudtam a kupacba elhelyezni. A fő műfajok idén is a krimi, thriller, horror, illetve a fantasy, inkább dark fantasy voltak, de ezen kívül helyet kapott némi pszichológia is, és egy kis tényirodalom, például Báthori Erzsébetről, illetve a Rubik kockáról. Idén is azért viszonylag széles skálát vonultattam fel a műfajok terén. Na de amire szerintem igazából kíváncsiak vagytok, hogy melyik könyveket emelném ki az idén elolvasottak közül. Készültem nektek egy top 3-as listával, amit borzasztó nehéz volt megírni, mivel elég sok jó könyvet olvastam ebben az évben, de azért mégis megpróbálkoztam vele. A harmadik helyre, igyekszem közben nem leborítani ezt az egész trószot, de lehet, hogy mégis sikerül. Tehát a harmadik helyen Niklas Natoh Dag 1793 című könyve szerepel. Ez egy 18. századi bűntényt dolgoz fel, ami Stockholmban játszódott, és ezt egyszerűen nem bírtam letenni. Valami hajnali fél hármas vagy hármas befejezést találhattok nálam a molyon, akik ott követtek. Éjszakában nyúlva olvastam, mert annyira izgalmas volt, annak ellenére, hogy tényleg egy elmúlt századi dologról van szó. Annyira beteg, annyira nem találok rá szavakat, hogy milyen. Tényleg az egyik kedvencem volt idén. Szeretettel ajánlom mindenkinek, aki szereti ezt a műfajt, és nagyon remélem, hogy a kiadó a sorozatnak a többi részét is el fogja hozni, mert biztos, hogy azok is remekek lesznek. A második helyezés John Keore és az ártatlanság vámszedőinek jut. Ez is elég nagy hatással volt rám, ezt is nagyon gyorsan befaltam. Erre is nehezen találok szavakat. Egy olyan valós témát dolgoz fel, amiről senki nem akar beszélni, ez pedig az emberkereskedelem. Mégis olyan nyíltsággal beszél erről a témáról, amihez nem vagyunk hozzászokva.
tényleg borzasztó, tényleg bármikor megtörténhetnek hasonló esetek, és tényleg ez az a fajta könyv, aminél örülök, hogy fikciót olvasok, nem valami dokumentumregényt. Nagyon szerettem, és alig vártam, hogy a folytatást a kezembe vehessem, miután ezt elolvastam. Az első helyre az abszolút kedvencem került, ez pedig Joe Callaghan-től az Egy szempillantás alatt, ami sajnos könyvtári volt, így nem tudom nektek így megmutatni, mert vissza kellett vinnem akkor nagyon hamar. Ez a mesterség és intelligencia témájával foglalkozik. Itt egy nyomozásba vonják be a mesterség és intelligenciát, azt vizsgálva, hogy tudja segíteni a rendőrségi munkát, mennyire tudja pótolni az emberi erőforrásokat. Egy nagyon érdekes dilemmát is felvet ezzel kapcsolatban, hogy egy rendőrségi munkában milyen szinten játszik szerepet az embereknek a megérzése, illetve azok a fajta emberi reakciók, amik például egy rossz hírközlésénél nagyon fontosak. Ezeket meg tudja tanulni a mesterség és intelligencia, úgy Isten igazából. Nagyon érdekes kérdéseket vet fel ez a könyv, ezért is lett számomra az első számú kedvenc ebben az évben. Hasonlóképpen nem került ugyan a listára, de elég nagy hatása volt rám Stephen King-től, most bocsánat a pakolászásért, a Két róznak. Ezt az év elején olvastam, akkor elég rossz lelki állapotban voltam én is, és rengeteg sok sebet tépett fel bennem ez a könyv az olvasás közben. Nem egyszer kellett félretennem, mert olyan sebet szakított fel én bennem is, és olyan dolgokat olvastam, amik majdnem pontosan ugyanígy velem is megtörténtek. Félretettem a könyvet, és percekig csak zokogtam, vagy hűltem és meredtem magam elé, viszont rengeteget segített a múltbéli dolgaimnak a feldolgozásában. Nem tettem a listára, inkább külön díjasként tudnék rá hivatkozni ebben az évben. És ha már a legjobbat kiemeltem, akkor természetesen a legrosszabbnak is helyet kell hagyni. Szerintem ezt, akik már követitek a csatornát az indulása óta, mindannyian tudjátok, idén ez Valerie Gold-tól Stephen King az Árnyak királya című életrajzi mű volt. Külön videót is készítettem róla, amelyben részletesen elmeséltem, hogy mi minden problémám volt ezzel a könyvvel. Nem is szeretnék többet most itt szólni róla, akit érdekel, az nézze meg a videót róla. Egy könyv, amiben csalódtam, nem volt annyira rossz, hogy tényleg a legrosszabbként, vagy akár második legrosszabbként jelenítsem meg. Ez Stephen King-től az Álomcsapda. Ezt jobbnak, sokkal jobbnak vártam az első pillantás alapján, vagy a főszöveg alapján. Sajnos nem tudta olyan szinten fenntartani az érdeklődésemet, ahogy én ezt szerettem volna. Az volt a benyomásom róla, hogy ez két külön könyvnek akart volna indulni, de mégis egybegyúrta őket valamiért. Két olyan szál, ami abszolút nem illik össze, és nagyon izzadságszagúnak érzem ezt a fajta összegyúrást. Sokkal jobb lett volna, ha szépen kidolgozza kerek történetté ezt is, és azt is. Nekem ez abszolút nem jött be. Lassan, nehézkesen is haladtam vele, többször félretettem, hogy mást olvassak helyette. Én nagyon sajnálom, hogy ez történt ezzel a könyvvel, de hát Stephen King sem mindenható, ő sem tud mindig minden témában jót alkotni. Előfordul a legnagyobbakkal is, hogy valami nem úgy sikerül. Ennyit akkor az olvasmányaim taglalásáról, és áttérnék a megszerzett könyvekre. Ne ijedjetek meg, nem pakoltam ide sehova magam mellé.
50 darabról van szó, nem fogom őket most egyesével megmutatni, mert ez tényleg nagyon sok lenne, és az egész polcot át is kellett rendeznem már egyszer miattuk, hogy mindegyiket beillesszem, és azóta is van egy kupac, ami az íróasztalomon várja a sorát, hogy beillesszem a helyére a könyves polcba. Hát ez van, így jár, hogyha az ember 500-nál több könyvet halmoz fel, lassan tényleg a könyves polc vásárlása lesz a következő projekt. Ebből az 50 megszerzett könyvből van jó néhány recenziós példány, amit innen is még egyszer is nagyon szépen köszönök mindenkinek. Jó néhányat vásároltam, egyebeket ajándékba kaptam. Általánosságban a könyvvásárlási szokásaimról annyit lehet tudni, hogy csak úgy bemegyek a könyvesboltba, és ami megtetszik, esetleg kinézek valamit egy hírlevélből, vagy tudom, hogy jön egy valami sorozat következő része, amit nagyon várok és előrendelem Stephen Kingnek, ha jelenik meg újabb kötete, azt biztos, hogy mindig megveszem, illetve a könyvhétre szoktam kilátogatni, amikor is minden napon legalább egy könyvvel térek haza, de előfordul, hogy többel. Ugyanígy a könyvfesztiválra is kilátogattam, bár itt idén csak egy aláírást szereztem Chris Cartertől. Az e-book olvasómra, amivel nem nyomtatott formában szereztem meg a könyveit. Itt kivételesen nem vettem semmit, mert nem volt lehetőségemre, nagyon sokáig voltam itt, és sietni kellett haza, másik napon pedig nem tudtam kijönni. De nem baj, ezt majd jövőre pótlom. Viszont egy kicsit szeretném magam visszafogni a könyvvásárlást illetően, és többet járni a könyvtárba. Mivel lassan tényleg nem lesz már több helyem, és egy kicsit tényleg túl sokat halmoztam már fel ahhoz képest, amennyit ténylegesen el tudok olvasni belőle. Az idén megszerzett 50 könyvből 7-et sikerült idén elolvasni, ami egyébként ahhoz képest, hogy idén mindösszesen 30 könyvvel olvasása sikerült. Ez egy elég szép arány, hogyha ezt összehasonlítjuk. Abból 7 idei beszerzés volt, elég szép. Illetve van egy 8. kötet, amit korábban olvastam már, és csak a beszerzés tolódott idénre. A jövő évi tervekről egy külön videóban fogok beszélni a holnapi nap folyamán, a beszerzések pedig majd ahogy sikerülnek. Mindenkinek szeretnék ezúttal nagyon boldog új évet kívánni, bulizzátok ki magatokat, vagy ne, töltsétek az egész éjszakát olvasással, ha lehet, és kívánom, hogy mindenkinek olyan olvasmányokban gazdag új éve legyen, amilyet szeretne. Sziasztok!